bemutatásra került a Nemzeti Fórum programja, egy picit a keletkezés körülményeiről lehetne mesélni, vagy mit érdemes tudni erről? A keletkezés körülménye mindenképp visszavezethető a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztés Munkahelyteremtő Egyesületnek a programjára, a Munkára Félegyháza programra, ahol az egészségügyi, az oktatás, kultúra és sportban dolgozó félegyháziakat kerestük meg egy kérdőívvel, és kérdeztük meg a véleményüket arról, hogy milyen Kiskunfélegyházát képzelnek el, illetve ugye volt egy harmadik kérdőívünk is, ami általánosságban érdeklődött a kiskunfélegyházi lakosságnak a véleményéről, Kiskunfélegyházával kapcsolatban, egészen onnantól indítva, hogy mit szeretnének másképp, mit szeretnek Kiskunfélegyházába, hogy vannak megelégedve a kórházi ellátással, vagy egyáltalán az egészségügyi ellátással, iskolai oktatással milyen szinten vannak megelégedve, vagy akár a sportolási lehetőségekkel, kulturális lehetőségekkel, és örömmel vettük azt, hogy a lakosság nagyon aktívan részt vett a program alkotásában. Folyamatosan több mint 3000 kérdőív érkezett vissza a kiküldött 14000 kérdőívből, ami egy igen magas arány, és ebben a magas kérdőív mennyiségben nagyon sok hasznos információt kaptunk arról, hogy hogyan képzelik el félegyházát a kiskunfélegyháziak. Éppen ezért az egyik fő jelmondatunk, hogy a programot együtt alkotjuk, mert ez nem a mi fejünkből pattant ki, illetve természetesen a mi szellemi hozzáadott értékünk is megtalálható a programba, de természetesen a lakosság adta többségében össze az ötleteket, az, hogy hogyan kellene változtatni félegyházán, hogy egy élhetőbb, nyugodt várost kapjunk. Itt nem kis programról van szó, megmutatná nekünk csak úgy oldalszámra nagyjából, hogy mi az, amiből gazdálkodunk? Egész pontosan 55 oldal a program, és azt is szeretném megmutatni, hogy nem üres oldalakról beszélünk, tehát folyamatában egy teljes programról lehet beszélni, ahol minden területre kitérünk, a gazdaságra, az egészségügyre, az oktatásra, a sportra, tehát minden olyan terület bele van foglalva a programunkba, ami Kiskunfélegyháza jövőjét meghatározhatja. Nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, hogy 2010-ben történelmi lehetőség előtt állt Kiskunfélegyháza, illetve egy olyan lehetőséget kapott, amikor a jobb oldal többséget kapott a városnak az irányításában. Sajnos azt kell mondanunk, hogy bizonyos személyek miatt ez nem valósulhatott meg, és mára oda jutott a városunk, hogy még 2010-ben arról gondolkodtak az emberek, hogy az adósság spirálból, ami az elmúlt 25 évben vagy 24 évben fölhalmozódott, hogy kerül ki a város. Ma már inkább azon gondolkodnak az emberek, hogy hogyan lehet Kiskunfélegyháza ismét egy boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott város. Itt a programban egyébként voltak egészen érdekes apróságok is, mint mondjuk a Békánskút visszatelepítése a Móra térre, de még sorolhatnám százával azokat, amiket említettek. Ennyire pici dolgokra oda lehet figyelni? Én azt gondolom, hogy egy programnak a teljességét mindig az mutatja, hogy az apróságokra is odafigyelünk, és természetesen egy városvezetésnek ne felejtsük el, hogy a következő ciklusban 5 éves periódusa lesz arra, hogy változásokat érjen el a városba, és igenis ezekre a kis dolgokra is figyelni kell, nem csak az általános nagyokra.